azt hiszem senki nem pont egy pékségről gondolná, hogy ilyen gurmé falatokkal kényezteti el a vendégeit, vásárlóit. Most viszont ez történt. Zalakó kitalálta, hogy április hónap burgere, bocsánat, április hónap szendvicse, ez fontos, nem burger, április hónap szendvicse a pulled pork sandwich, és ezt 550 forintért vesztegetik. Aki nem tudná, mi az a pulled pork sandwich, magyarul húzott húsnak nevezett pulled pork, az egyik legnépszerűbb és legfinomabb barbecue, a száraz pácból érlelt sertéslapocka vagy tarja, alacsony hőfokon fél nap alatt olyan omlósra puhul, hogy két villával könnyedén szállásra lehet bontani, ezt így a mindmegette.hu. Ez itt pedig a Zalakó pulled pork szendvicse. Mindjárt jön a harapás is. Hát, van itt gyilakáposzta, látok itt húst, mi van még? Sok minden más nagyon nem, van valami nagyon jó szósz. Hogy mondjam, hogy én még eddig nem ettem pulled pork burger, tehát nincsen nagyon összehasonlítási alapom, de ahhoz képest, hogy ez 550 forint, és hidegen fogyasztható, egyébként a szósz, amit mondtam, az egy barbecue szósz, ahhoz képest nagyon finom. Az egyetlen probléma, amit fel tudnék hozni, az talán az, hogy tényleg kicsit a, nem tudom, minek nevezzem, hanem zsemje. Nem zsemje, hanem a buci egy kicsit száraz, de alapvetően nagyon jó. Csak korlátozott ideig érhető el ez a szendvics az Zalakó pékségekben, úgyhogy érdemes megkóstolni. Igazából szerintem ez egy szendvicsnek annyira jó, hogy simán minden nap meg tudnám ezt enni. És bár ez nem egy fizetett hirdetés, sőt nem is hirdetés, azért elmondanám, hogy Zalakó pékségeket Zala megyében, Vas megyében, Veszprém megyében és Győr-Moson, Sopron megyében lehet találni. Jó étvágyat!